Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a vlogban szárzózunk, ugye az Edorral és ezzel a szárzóval. Ez szárzó volt, 6 sort víz, ugye középről hajt ki, jobbra, balra, és ugye sor között kell vezetni, csak ugye nem hagy el. Most veszem a táblahatárt. A fordulat olyan 1800-1900 körülbelül nagyjából. Mikor mennyi? Igazából 1000-es kardának kéne hajtani ezt a szárzót, de mivel ezen valószínűleg hiányzik az 1000-es kerék a váltóba, ezért 51 benne hajtok. Nyomunk egy szünetet táblahatárnak, hátra felemedünk, de 5.40-en is bőven jó munkát végez. Ugye a 200-as kormánymotor van bent, tegnap előtt tudtam használni, de most már mindig ki volt. Kéne állítani, hogy ne oldjon ki ekkora terhelésnél. De lusta vagyok megkeresni, hogy most hol kell, vagy hogy hol állítom, mert a 300-asnak tudom az hol, de ez 200-as, ezt valahol teljesen máshol kell állítani. A kioldási nyomatékot, vagy erőt. Sebességfokozatunk az 2, meg ebben itt is 2. Ez azt jelenti, hogy olyan 10-11 km per óra. Úgyhogy azért haladunk. Ez a tábla olyan jó, hát 5 hektár, és ha minden igaz, akkor vagy szója, vagy cukorrépa lesz benne. Teszünk egy szünetet, hátrafele megindulunk. Elég érdekes alakja van ennek a táblának, mert itt benn van ilyen mocsaras rész, ami szinte sose szárad ki. Azért, hogy mennyire teszem le, mert le tud érni a kés a földre, vagy a kések le tudnak érni a földre. Ha már nincs lenne elég ki, akkor már marad bőven szár. Új kések vannak rajta. Nem volt egyszerű különben főtenni, hanem azt, hogy nem volt egyszerű, hanem sokáig tartott. Y kések vannak rajta. 160 darab. De működik. Úgyhogy a hajtóművet meg kellett szimeringezni, mert szó szerint folyt belőle az olaj. Nem az egy kicsit engedte, hanem folyt. Tehát beleöntöttem a olajat, lecseréltem benne az olajat, mert ilyen hát elég kásás volt. Fölöntöttem 80-90-eskel bele. Azt láttam, hogy a hajtómű mellől folyik az olaj. Tehát szó szerint folyik. Kell is neki azért az erő szárzónak, mert azért meg tudja fogni a traktort, hogyha akkora a tömeg. Hát szerintem azért egy 6 henger az minimum, meg egy olyan 120 lóerő. Az úgy, az alatt nem érdemes ráakasztani.
súlya, hát a súlya olyan jó másfél tonna lehet. Lehet, hogy több. Hát, ja, másfél tonna, 1800 kiló. Nagyjából. Hát, ja, megközelíti a 2 tonnát. Ebben a földben, vagy ezen a földön már volt vlog, a lazítózós, amikor a ez a kardáhajtású osztrák lazítóval lazítóztam, meg ezzel, akkor még nem volt föl rajta cooler, az tavaly szeptemberben volt, ha minden igaz. Ha első hajtás nincs bekapcsolva, nem kell. Ebben a földben nincs is ilyen hely, ahol megáll a vizegetve ez a tóka. De nem kell első hajtás. Függesztőkarokkal kelljen szórakozni. Azért csináltam rá. A csapokra csináltam ilyen plusz ilyen cső, vagy ilyen hüvelyszerűt, aztán az ilyen pluszba, mert az fú, nem tudom, olyan 53-54 az átmérője, ami bevesz a kapcsolókeret kapója. Főső az meg azt hiszem 47 vagy 45. Különben nagyon lógna rajta, lógna benne. Van egy kis szelünk is. Meg szereti megrakni a tetejét a szárnyónak. Hát azt látszik is, hogy akad rajta az egy kukorica, itt most pont nem látszik. Lehet, hogy így se, majd kívülről megmutatom.
róla elvileg több mint 10 tonna letek tárunként. Meg a másik is, ami ezen a kukoricán túl van, azt már azt szárcoztam le velük. Az, az egy hektár, az, az is közel, de az nem lett ilyen jó. Ez valamelyben jobb lett. Lehet, hogy a földje is más. Azért, hogy elég sok levél van, meg húsa. Ahol délelőtt szárcoztam, ott nem lett ilyen jó a kukorica, ott csak olyan, hát 7 tonna lett körülbelül az átlag. Ott nem fogta ennyire, most azért jobban fogja a traktor, mint délelőtt. Most jelenleg, nem tudom, mutattam el, szerintem nem, 6 óra lesz mindjárt. Itt jöttem el ezen az úton, mert itt a kukorica mellett keresztben nem fért volna el. Aztán ott is van egy kapu, ott a sarkába. Ezen a úton nem fért volna el. Csak hogyha a kukoricába kár teszünk, de hát nem illik. Jó van, itt az utat is leszárzódom. Ja, ezen a fordulatra jó rázza a traktort. De ugye ezresse lenne meghajtva, akkor alapjárata többet forogna mindig ezer pár százas fordulaton, amikor rászaladok. Nagyon könnyen lehet ez a földet kapatni ezzel a szárcóval, mert nem a gyári méretű kések vannak rajta. Kicsit hosszabbak, de a csúszótalpa én is doldottam föl. De így is el lehet vele kapatni a földet bőven. És kész. És ez lett. Ja, 4 hektár nagyjából. Ja, akkor nincs 5. Jó, ez nem kell nekünk, legyen ez. Nagyon jó. Most hátrébb tolatok, aztán kiszállok mindenről. Ezeket a gumi lapokat csináltam rá, mert nem volt rajt. 16-os köracél megy benn végig, nem végig, mert felénél összeér, és ilyen gumilapok vannak rajta, ezek serleges felvonónak a gumia, ezen vannak a tányérak. Így csináltam meg a, itt vannak benne a belsej, vagy ki minek mondja, és akkor nagyon jó itt van ez. Ugye közútira úgy kell átszerelni, hogy ezt a csavart meg a másik oldalán kivesszük, és akkor lehajlik, és akkor ugyanoda bemegy, és akkor ebbe a furatba lesz, hogy a fél megye fölötte. Ezt a lábát is én csináltam, ez még nem volt használva, mert a pult van, úton a pult is kerekelem van, és ha leakasztom, akkor csak az első lába kezd. Ugye új csapágyak, 210-es csapágyak, 50-es a tengely. Ugye a forvétől mindig lecsúszik. Ezt a kereket ugyanúgy. Ugye a tarló magasságot ezzel állítjuk. Ezzel a
a orsóval. Ezt már én hajlítottam rá, mert az ilyen, ez el volt veszve róla. És ugye nem gyári felnik vannak rajta, mert hiányozott róla kettő, hanem ezek Chevrolet Blazer terepjáró felnik, aminek ki lett esztergálva a közepe, és lett vágva ilyen termentesítő meg a csavaroknak a helyét. Dömlő nélkül van benne a gumi, és megtartja a levegőt, úgyhogy azzal nincs gond. Ugye itt ezt lehet csírozni, ez a cső, ezen fordul, nincs benne semmi csapágy, meg semmi, csak simán. Itt a lába, amihez ez a csap van, ide, amikor lehajtjuk, ez ebből kijön. Ebben van benne még egy 80 a zárt szelvény, van benne 60 a zárt szelvény, pont belecsúszik. Ott lehet látni. És akkor úgy lesz így, lehajtjuk, és akkor oda bemegy, és középre is megy be még egy csap. Ezzel fogadtam föl most dróttal, mert ez pont nem megy bele. Ezt egy kicsit följebb kéne még egy lemezt alá tenni, vagy lapos vasat, és akkor úgy jó lenne. Ugye ez oldalt is úgy csapágy van. Ugye itt is a kardánunk. Nem sok maradt benne, ugye ferraboros, racsnis. És alul így néz ki a kések. És itt van középen a hajtómű, és itt mellette csorgott le az olaj. Most nem folyik belőle legalább. Az annyira el tudtam csinálni, ne fújjon. Nagyon nehezen mentek fölre a szimmeringek, mert ugye colos méret, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen szimmeringban colos, meg sima, mert na mindegy. És hát ugye nem lehetett pontosan megmérni, tengelyt kellett volna megmérni, azt nem mértem meg, úgyhogy az üzletbe mérték meg a régi szimmeringet, ugye tolómérve nagyjából, ugye nagyon puha belseje, mit tudom én. Úgyhogy nagyon nehezen ment föl rá a rúgót, kellett belőle venni, de fölment, vissza a rúgó, akkor jó volt. És ide, ebbe a húzatóba, ilyen tárcsát, ilyeneket szoktak, vagy bármi más, és akkor egyből le van szárzózva, meg van tárcsázva, vagy ilyeneket szoktak. Na, ez az egy átka van, hogy ilyeneket húz. Ez a szar. Megkopja az egyik, aztán akkor már gyűlik föl. Úgyhogy ez az egy átka van, többi jó gép, meg ott ugye középen az a, elhagy egy, hogy a füvet zuzunk, elhagy egy 30 centit. Itt ebbe ki is próbáltam. Itt azért nem lehet termelni, mert azt hiszem valami Natura 2000-es, vagy mit tudom, ilyen hülyeség. Ez is a földhöz tartozik, de ezt vállalni szoktuk. Ugye ennyit elhagy, egy ilyen, hát itt cipőm, jaj, 30 centit, de ilyen a munkája, szerintem egész jó. Elején ez a kisebb súly van, ez is csak azért van rajt, mert pótkocsizás után nem vettem le, mert lusta voltam levenni. Ez a súly olyan, hát jó, 200 kiló. Körülbelül. Ugye a hidroakkumulátorunk, abban szerintem már megint nincsen nyomás, mert elereszti, vagy nem tudom. Ugye 40 báros, ez pont úgy jó, hogyha a frontmunkálót fölveszem, azt pont jó rugóztatja. Mert ugye ha leengedem, hogy mondjuk a súlynak legyen jó, akkor meg a frontmunkáló nagyon kinyújtja azt a gumi ilyen harangot, ami benne van. Ugye egyik felén olaj, másik felén a nitrogéngáz. Ugye azt hiszem azért nitrogén gáz, mert az nem tágul, meg nem zsugorodik, vagy tehát nem változik a nyomása a hideg meg a meleg hatására a nitrogén gáznak. Ha ilyen szárak vannak.
elég erős a, erősek a koronagyökerek is. Nem volt az kukorica elvileg. Nem volt, amit arra táskol, de na, itt van egy cső. Most nem azt mondom, hogy hatalmas, de azért van rajta mag, meg nem olyan pici. Itt vannak a tusák. Hát, ja. Ja, jó, 21-2 centi. De a száraz nagyon erős. Nem tudom, ez milyen fajta volt, de ennek lehet látni, hogy vörös a szára. Délelőtt zúztam, az nem volt ennyire erősen vörös. Amit meg ott volt, az szerintem zöld száron érő volt, annak meg ugye még vörösebb, vagy még jobban kitűnt, mert ugye az nem volt ilyen sárga. De hát nem tudom, mikor lett ez a ratfa. A héten, nem tudom hány napja, de azt sem tudom, milyen vize volt, nem tudom, milyen fajta, de jó lett, úgyhogy az a lényeg. Itt volt ugye a rávetés, a vetőgépbe körbemenéskor. Van bőven levél, meg csuhé. Itt is van egy cső, ez nem olyan nagy. Inkább kicsi. Hát nem lett rossz, meg is sem. Itt látszik a vágóasztal szárazó, nem tudtam eldolgozni, mert olyan szépen, mert ugye ezen a soron lett vezetve, igen, és ugye ezt meg behajtotta magához, aztán ugye akkor így hajolt be valahogy, és itt elvágni a szárazó a vágóasztalon. Ja, egész egyenes a tarló, egyenletes. Oros HSA 2, 2014-es, fix 6 soros. Van is miatt a bosszúság, hogy fix, de ez van. Ezzel kell dolgozni. A rudon még nem mutattam. Nem tudom, lehetett látni, de a gyárilag ez a két lemez van, ez meg ez, és ez szeret meghajolni, ennél jobban bőven, mert ugye ha az igát fölveszem, akkor az iga csak a tetejét feszíti, az alját nem, és meghajol. Na hát ezért csináltam ennek a régi függesztő karjaiból, ami meghajolt, 30-as lapos vasbogót, ilyen széles, ez hát több mint 8 centi szerintem. Ja igen, 30-100-as lapos vasbó. Igaz, hogy csak biliás 355-ös, de meghajót, úgyhogy azt nem tudom, mondtam-e, ezek a függesztőkarok, ezek már 400-as hardox. Úgy lett, levágtam itt, meg a golyónál, és akkor begyököltem, meghegesztettem, aztán ez nem hajolt meg szerintem. Az is, ez is szántáskor hajolt meg. Na mindegy, erre jó lett egy része. Ez a középső, ez 20-as, mert ez 8 fan nagyjából, így, és akkor 35 fent 8 fan. Ugye hashúzóval húzom, egy kicsit már megkoptatta, tehát ebből is látszik, hogy a hogy biliás 355-ös, nem kötőles akart várni, de most van itt neki bőven, amit elkoptathat. Itt egy kicsit megköszönöm. Úgyhogy annyi még a baja, hogy ugye le van hajtva, pici, viszonylag rövid a rúd, és nem lehet vele olyan kicsi ívbe fordulni. Mivel rövid a rúd, és beleír a kerékbe ez. És ugye azért így van rajta rúd, véleményem szerint, mert ugye a kerekek még arra túllógnak, és hogy nagyjából akkor a kerék is nagyjából ugyan lóg ki, mint a kardán. Mert ugye a kardán is úgy van, összetolom, ezt a tartóját lehajtom, ott van benne alul egy biztosítás, azt beteszem az alsó lukba, és egy ilyen
Jó, 45 fokba áll. 45-60 fokba. Elég erősek különben ezek a gumilapok, de lehet, hogy az is a baja, hogy visz, hogy nem olyan rugós, tehát hogy nem olyan laza, mert most ez így van, mert látszik, itt megy a sor, ott, meg valahol középen is, meg van egy, talán ez, nem ez, ez, ami viszi az egészet, tehát itt a köracél fordul, nem a gumilapnak a csöve. Ugye úgy van, itt van ez, itt vágtam el, itt a helyszínen, és középen, nem tudom, meg tudom-e mutatni. Ott van bent. Ott az éger körül, meg ott. És a zégerdír nem engedi, hogy ez odébb csusszon, meg a másik zégerdír, hogy a tengely kicsusszon. Ugyanígy a másik oldalon is. Nagyjából föl lehetett rá erőszakolni az égertűrűt. Ugye szereti még oda a kardához földömni a tusát meg a csuhét. Meg szereti üdögetni az üveget csuhéval meg ilyenek. Meg nem csak azzal, hanem tusával is. Úgyhogy az lehet hallani, koppanik meg amikor a váltóalját üti meg. De amíg nem voltak fönn ezek a gumilapok, addig a tusát azt tudja el. Tehát úgy olyan jó messze. Ugye a tetőre tette föl, a sárvédőre, lehet most is van egy kicsi a sárvédő, nem sok. Meg itt az ajtó mellett valahol, vagy itt, alul, nem tudom, ide berakja. Nagyjából. De ugye ide is, délelőtt eléggé kintatom. Ugye nyilván ide a cooler csövéhez is. Ez hideg. Ez meg annyira nem hideg. Úgyhogy valamit csinál a cooler azért. Ez így, hát olyan gyöngén langyos, tehát nem azt mondom langyos, de olyan nem hideg. Ez a fele meg hideg. Vannak ugye a hőmérőim, már biztos mutattam, itt a értékelője. Meg az ízét szerintem nem mutattam, hogy itt fönn is van érzékelő. Itt a beszívott levegő. De hűtőben van. Meg a külső hőmérsékletű érzékelőnk az valahol ott van. Nézi nekünk a külső hőmérsékletet. Ami jelenleg 17,1 fok körül, legalábbis a kaszni annyi, akkor nagyjából kint is annyi van. Itt van egy beszívott levegőnk, egy cooler meleg oldal, vagy cooler hideg oldal, cooler meleg, meg van egy beszívott levegő. Én ezt nem tudom, mutattam el, hogy gyárilag a levegőcső az pont nem látszik, de az itt van ugye a itt szívja, és az ott megy. Ez alatt nem. Ugye az olajat nyilván szokatta. Meg egy picit több is van bent, mint a max. Nem baj, majd eldolgozza. Fölkapta pótkocsizáskor. Ugye akkor kapja föl, aki nem tudja esetleg, amikor nem végez olyan munkát, ahol leterhelné, vagy akkor felhozza, nem ég el. Mert ugye valamennyi olajat kap nyilván a turbóba, ugye siklócsapályos téma. Meg a golyóssal is lehet golyócsapályos turbóval, az ők biztos kapna valamennyit. De ugye nem tudom, lehet ebbe a turbóba 6-7000 üzemóra. Lógni nem lóg annyira, meg picit pottyani. De hát ha lógna is, akkor is az olaj az
az olajat kitölteni. Na, bekapcsoltuk a kardánt, ugye lehetett hallani, egy erőteljes hanghatás kíséri, amikor valami olyan gépnek a gépre adom rá a kardánt, ami nagy hirtelen nagy megindítást igényel, például az összes szárazó. Legyen az pici nagy, az összesnél kell rovitt a beseje, mert valószínűleg azért, mert a pici szivattyú, ami az első hajtás meg a gyorsítót működtetik, az a szivattyú valószínűleg elhalálozott egy picit, legalábbis már nagyon arra felelőbb a lába. És nem tud elég olajnyomát csinálni, ezért, hogyha megmelegszik az olaj, lehet, hogy már mondtam, ha megmelegszik az olaj, akkor a gyorsítót nem szereti bevenni, az első hajtás lamellái megcsúsznak, meg ilyen apróságok. Tehát ugye, amikor nagyobb igénybevételt kap az első hajtás, vagy amikor nagyobbat fognak kerék, akkor szépen megcsúszik és kikapcsol ugye akkor az első hajtás. Tehát amikor megyek át egy barázdán, mondjuk villanyoztok körbeszántáskor, belemegy a hátsó kerék a barázdába, kívánná az eleje a hajtás, nincs hajtás, el kell rakni. Úgyhogy az annyira nem jó, de látszik itt is, hogy lövi a busát, meg ezt-azt. Nem tudom mennyire kell, de látszik szerintem. Na mindegy, szóval akkor nincs első hajtás, amikor kéne. De jó, nyilván ez kicsit túlzás, hogy akkor nincs, amikor kéne. Azért van, de amikor tényleg nagy igénybevétel van, akkor eldarál. Meg ugye a kerekek is nagyobbak. Elől 28-as, ugye gyárlag 24-es van, hátul 38-as, gyárlag 34-es van hátul. Jó, ugye nyilván vannak ennek is előnyei és hátrányai. Mindaz, hogy gyorsabb, az például előny, meg az alja magasabban van, nem ér le olyan sok helyen. De hátránya például lesz, hogy nagyon szereti nyomni a olajat, nyomni a túlzás, engedni az olajat, elől is, mint hátul is, mert ugye azért nagyobb kerék, meg azért nagyobb a erőigénye. Ugye elől 162-45 szuper tetor kerekek, hátul pedig a 615 RS a fentnek a felnyei, meg a gumiai. Az oszlókör passzol, kerék vagy passzol. Mind a fent 615 RS a mint a Landini Land Rover. Ez meg az Etos. Ennek passzol az osztás, meg a kerék vagy. Aztán átja a fent, az nagyjából korabeli, de a Landini az a 20 éve fiatalabb. Na mindegy. Most azt mondja, hogy megkezdjük itt ezt a részét. De jó, hogy ide sütanak. Nem látok szerintem semmit. Két ülőt. Ugye úgy szoktam vetőgépen 4-es húzunk, de én nekem elég a 300 gólnak, mert akkor azzal úgy pont el lehet jó fordulni 3 dűlővel. 2 az kevés, a 3 az jó. Úgyhogy ezt gyorsan itt meg is ejtem neki a 3 dűlőjét. Ugye a gumikról még annyit,
elől BKT hátul Taurus. Most elég megosztó tud lenni ez a márka, téma, dolog, de nem tudom, én nem vagyok BKT-s, ha lehetne BKT. Nekem nem szimpatikus. Aztán ugye kinek mi? Na, látjátok megint ott a kis kupac, amit lerakott. Aztán lehet, hogy ugyanolyan jó a BKT is, mint a másik, de nekem valahogy nem szimpatikus, olyan semleges, Jó, persze nyilván nem tudok róla rosszat mondani, mint az, hogy olyan puha, mint a rossebb, de ez a Taurus egy sokkal keményebb, tehát jó, persze sokszor jó, hogyha puha falu, de olyan hülyén kopik, tehát mivel puha, ezért nem tudom, hogy lehet-e látni, de az eleje az egy kicsit úgy föntebb pöndörödik, úgy, mert ugye amikor lenyomja az aszfaltra, vagy a földre, akkor ugye azért le legelőször, és ugye az vissza tud egy kicsit előre hajolni. És azért pöndörödik föntebb. Ú, de jó lesz ezt szántani. Ha én szántam ebbe, itt biztos, hogy kimegy az első hajtás. Itt biztos nem fog fogni semmit. Ugye szántan is keresztbe szoktuk ezt. Jó a szárzó tetejét, aztán olyan lenne, mintha legalább dolgoztam is volna valamit, nem csak a számot jártattam volna. Ha minden igaz, télen szét lesz húzva, akkor az a pici szivattyúki lesz cseréve, meg a fékszalag, és meg lesz kukringozva. De ugye, ha már széthúzzuk, akkor az már azt jelenti, hogy azt akkor már meg is kukringozzuk. Lehetne rajta állítani, meg kéne is, mert öléggé fönn fog, de annyi baj legyen. Mert még sokat lehet rajta állítani, de ott is van egy kupacunk, de jó. Azért, amikor egy ilyen jókor a hubaszba beleér a szárcú, akkor azért meg lehet hallani, hogy megfogja a traktort elég rendesen. Úgy számoltam, vagy úgy néztem, hogy egy jó fél hektárt veszel ez a ilyen mocsaras téma, egy ilyen lápos, meg minden. Én már gondoltam arra is, hogy valamit kéne vele kezdeni, valami erdészeti szárzó, meg ilyen képpen végnyomatni, de előtte ugye nyilván bemenni megnézni, hogy ilyen mennyire süppelős a téma,
aztán, hogy én lehet-e belőle valamit kezdeni, vagy fölművelés alá lehet-e vonni. De közel se biztos. Ugye ezekben a kicsi kijelzőkben már kezd kimerülni a elem, mert már kezdenek elhalványodni. Nem tudom, mondtam, mert van még egy ugyanilyen szárazó. Azon nem így szilomba vannak a kések, hanem egyesével. Meg azon már jó kopottak. Azt is lehet, hogy elővesszük. Azzal nyáron szárazóztunk, amikor ez még nem volt kész. De arra is jó lenne már új kések, mert már jó meg vannak kopva. Ugye a táblánk, nem tudom, mutattam-e? Lehet, hogy mutattam. Az ilyen. Ja, mutattam, igen. Na mindegy. Ennyi van, ugye kész. Nem sok. Nem baj. Eldolgozgatok én rajta. Ugye, hot short víz, ugye azt mondtam a videó elején. Ugye az azt jelenti, hogy 15 láb széles, tehát 15-30,40-48 centi talán. Az 6x7,62 centi. Ugye amerikai szélesség. A 76,2 centi, ugye az 30 szól, a nincs ugyanaz. Oda megyünk, azt a kicsi kupacot is letereljük, mert az ugye nem kell nekünk. Mert minek? Hát nem olyan pici ez a kupac, az a helyzet. Letesszük, nagy gáz. Letesszük neki rögvert. Meglátom, ott is húztunk egy kupacot. Ja, úgyhogy ez át ennek a gépnek, ez a kupacolás. Nem baj. Azt vettem észre, hogyha ha jól soron van tartva, vagy hogyha nincs olyan, amit el, tehát szérülre, ahol sok csuhé van, és nem szedi össze, akkor jó. De nem tudom, hogyha csatlakozó sornál megyek ott, én úgy vettem észre, hogy sokkal jobban összeszed. Mint hogyha rendes betőgép nyomba, vagy kombány nyomba. Van nekünk egy oda-vissza. De látszik, hogy leért a földre. Egy picit. Azt nem is mondtam, de az a felső román klapba van. Az a két lemez. Én tud játszani. De nem bántja annyira hátul a kerekek csapágyazását, mert ugye nem nyomogatja le folyamatosan föl le, meg a, nem bántja annyira a kerekeket.